Sziasztok, én Kristóf vagyok, és ebben a mai videóban a Rocket League-ben fogunk egy 1v1 rankedet játszani. Na, talán jól fog sikerülni, talán nem, de remélhetőleg jól fogjuk érezni magunkat, az a lényeg. És most ezzel az a célom ez a videó, hogy legyenek másféle játékok is a csatornán, ne csak Minecraft, mert volt, amikor volt ugye még a kezdetben Drakensang ezen a csatornán, meg sok más játék, úgyhogy tényleg szeretném, hogyha ez így visszatérne, mert nem akarom azt, hogy csak Minecraft legyen, mert több játékot is szívesen játszok. De viszont egyetlen egy baj van vele, hogy sokan vannak úgy, hogy egyetlen egy játékot szeretnek, és a másikat nem. Mondjuk itt, ami van, aki Minecraftot szeret, valaki meg a Rocket League-et, úgyhogy megoszlana a nézőközönség, csak hát ugye ami nincs, az nem tud megoszlani. Szóval... jelenleg... az ellenfelünk jó nyomja. De jó reagálunk a támadásaira. Nem jó. Nagyon támad. Hát ennél nagyobb hülyeséget nem, még pont jó. Akarsz támadni? Az talán jó. Gyönyörű lenc az. Na. 1-0 nekünk. Úgy nem mondom, hogy annyira rossz volt ez, de lehetett volna talán jobb is, hogy igazából pörgősebb, mert ez a... átcsorgok a labdával, és baj lesz, ami lesz. Igazából nem lesz, ami lesz, hanem csak így... majdnem konkrétan ki kell találnom még, hogy mit csinálok, és mondjuk... megáll az idő addig. Mondjuk azért látszik a különbség, mondjuk, hogyha megnézel egy... profi szintet, abban néha belenézek, de... nem vagyok annyira nagy követ... jó, hát ez... hát ebből is látszik, hogy nem vagyok profi. Na. Na visszatérve, hogyha mondjuk nézel egy profibakat, akkor látod mondjuk 3v3-ban mindenki konkrétan ugrik a labdára, le se pattan a labda, de tudod, hogy hova kell ugrani, így, hogy ebbe ez a jó. Most megpróbálom fellőni a labdát, de nem lesz jó, mert kivédi. Itt kellett volna az, hogyha jó, nem, most megvárom, hogy rálője. Ez is egy hülyeség volt. Ez jó, hogyha úgy pattan. Nem, mert most ő fogja hozni. Ez nem jó. Ez rohadtul nem jó. Nem baj. Még visszaérünk, úgyhogy eddig nincs semmi baj. Nagyon szép lett volna. Legyorsoljuk? Nem. Ebből nem lesz legyorsulás. És ebből lesz a gól. Nem baj, még van esély. Most skippelem, és akkor játszhatunk is. Na. Az izgalmas támadások. Hát ez nem hiszem, hogy gól. Ohohoj, mennyi múlik. Hát ez... de ez is kapufa. Nem hiszem, mert pedig olyan jókat lövök most. Ezt jobban seglőhettem volna. Jó, gól. Hát igazából nem úgy robbantottam fel, hanem már ő szerintem ő ugrott nekem. Nem baj, de... nem szóval szándékos a felrobbantás, de ki tudtunk egyenlíteni, az a lényeg. Ajaj. Hát egy fékelni akartam egyet, hogy... arra számítson, hogy beleérek. Nem jó! Ezt nem hiszem el. Ebből jön a támadás. Jó. Kivédtük. Jó, ez gyönyörű. Ez az. Ez volt a jó, hogy jól alányulja a labdának, és akkor így be tudjuk lőni. A jelenlegi állás 3-2, megfordítottuk az állást. De még ki is kell tartani a meccs végéig. Igazából kilövöm oldalra, semmi egy booster, jelenleg ez a legjobb taktika. És mennyire jó is. Gól. Ez az. Lehet a legjobb dolgot csináltam, mert arra kényszerítettem, hogy válaszolnia kell a lövésemre. Hát, anya mennyire lövés volt. Ott oldalra gurítottuk, és... hát tudtam menni booster, ő meg belőtte középre, én meg... tudtam élni a lehetőséggel, úgyhogy ez így jó volt szerintem.
Na de folytatjuk tovább a támadás. Most minden inkább próbálok olyan videót csinálni, amikben tényleg inkább az van, hogy így minél jobban beszélek. Lehet, hogy egy kicsit most így a többi videóhoz képest ez így kicsit idegesítő lesz, mert nem ez volt megszokva, de szerintem ez így nektek is sokkal jobban fog tetszeni, mint hogy mondjuk, hogy azt nézitek, hogy így csöndbe játszok. Na, hát nem baj, most ez gól. De még van egy előnyünk, úgyhogy nem kell szomorodni. Igen, ezt az előnyünket felhasználhatjuk, hogy nyerjünk magunknak időt. Jó. Jó, de borzalmas volt. Úgy lett volna jó, hogyha valahogy csúsztatom a kapura. Úristen, úr, ne. Oh, más. Hát ezt nem kellett volna, mert mindenképpen vissza akartam tenni, és betettem konkrétan a kapu elé a labdát. Úgyhogy most, ami volt előnyem, az arra volt jó, hogy egy ilyen 15 másodpercig belegyek biztosítva. Ez esetleg arra volt jó, hogy kijátszani a gyereket. Ajaj. Be kell lopnom a busztot. Áj, nagyon szép lett volna. Nem is tudtam már hol a labda konkrétan. Most elpróbálok ellopni minden busztot, hogy annyira ne tudjon biztosan támadni. Akar trükközgetni, de kivédjük a támadást. És meglök. Jó. Hát belőttem volna előbb is, csak most valamiért így tecsmörögtem a labdában, aztán végül is mondjuk úgy, hogy bebiztosítottam, hogy beguruljon így a labda, mert ott voltam végig a labda mellett. De most 20 másodpercig ki kell tartani, és ha minden igaz, ha kitartunk, akkor jó vége lesz a meccsnek. Körülbelül most csak előjük a labdát arra neki. Megpróbál elmenni boostér, és visszaérni a támadására. Jó, gyönyörű. GG, Pepe. Jó meccs volt. Úgyhogy én ezzel a meccsen szeretném nektek megköszönni a figyelmet. Hogyha vannak tapasztalatok, hogy mit szeretnétek látni, akkor úgy menőítem, ezt csak úgy tudom hasznosítani. Na. De tényleg, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjátok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, de viszont kommentben szeretném megmondani, hogy ti mit változtatnátok mondjuk a videókon, hogy mondjuk szeretnétek itt teljesen látni a meccset, ami történik, hogy mindent lássatok, hogy mi történik, vagy igazából annyira titeket nem érdekel mondjuk az, hogy mi történik a teljes meccsben, csak mondjuk amikor gól van, vagy jó ez, hogyha így folyamatosan beszélek, meg hogy tényleg milyen féle tartalmakat szeretnétek, ha játékötletetek van, akkor azt is leírhatjátok a kommentbe. Én mindent meghallgatok, úgyhogy én Kristóf voltam, találkozunk legközelebb, sziasztok!